Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit köszöntök ebbe a késői órába. Én felfogásomban az innováció az az út, ahogy az ötlettől eljutunk a termékig, és akkor az előbb hallott nagyon gyors előadás után jutott eszembe, hogy valószínű, hogy ez is egy innováció, hogyha ehhez még egy tolmácsrendszert is tudunk tenni. Sajnos valóban helyenként ennyire korlátos az időnk, és csak két rövid megjegyzés, ami előbb elhangzott a realizmusról. Valaha volt még egy olyan jelszó is, hogy legyünk realisták, követeljük a lehetetlent. Tehát ilyen jelszókat is kiadnak. És csak egy apró megjegyzés, mindahhoz, ha már egyszer innovációról, kutatásfejlesztésről beszélünk. Itt elhangzott az is, hogy most már a videót fel tudjuk tenni és át tudjuk küldeni, vagy akár egy filmet gyorsan át tudunk tenni. Azt kevesen tudják, hogy azért emögött magyar szellemi találmány áll, magyar sikeres vállalkozás, a Ustream áll igazából. Legutóbb éppen egyébként az árvíz idején a A38-as hajón volt egy kamera, amivel ezt is tudták demonstrálni. Ez legalább olyan jó reklám volt a Ustreamnek, mint maga a felfedezés. De úgy gondolom, hogy valahol itt kell keresnünk a kérdést. Tehát miként tud a információs és kommunikációs szektor valóban gazdasági húzóerővé válni, hogyan lehet igazából a gazdaság egyik motorja. Ugye nagyon sokat beszélünk innovációról, és szerintem nagyon sokat beszéltek ebben a teremben is a mai nap innovációról. Azt azért tudnunk kell, hogy a vállalkozásoknak a döntő hányada az gyakorlatilag egy meglévő üzleti modellt, meglévő eljárásokat próbál átültetni. Tehát amögött nincs innováció. Mindig azt mondjuk, a kis vállalkozások innovatívak. A kis vállalkozások döntő hányada egyébként ugyanazzal az üzleti modellel, ugyanazzal a termékkel, ugyanazzal eljárással próbálkozik, mint esetleg mások, picit változtatva. Az igazi kérdés, vannak olyan vállalkozások, amelyek képesek új eljárással, új modellel, új törekvésekkel jönni. És ha már innovációról beszélünk, nekem van egy furcsa gyanúm ebben az egész történetben, hogy most zajlik, különösen a infokommunikációs szektorban is. Ott sem mindegy, hogy milyen innovációról beszélünk. Nagyon az információs szektorban talán az elmúlt jó néhány év, noha ezt nagyon felgyorsultnak érezzük, de azért, ha picit belegondolunk, az igazán nagy áttörés a social médián kívül nem nagyon volt. A többi az meglévő technológiáknak a továbbfejlesztése, szélesebb alkalmazása, egymással való kombinálása. Ez körülbelül ugyanolyan, mint az autónak egyébként a fejlesztése. Körülbelül 100 éve nem történik más, 4 kereke van, most már sokkal több elektronika van benne, mint eddig, de ugyanannak a továbbfejlesztése, amíg mondjuk az autóba el nem jutunk addig, hogy mondjuk sofőr nélkül lehet vezetni, vagy vezető nélküli autó, ami most már azért valósággá is válhat. Az a fajta innováció, amely valóban áttörést hoz, ha úgy tetszik, egy újfajta paradigmát, ezt nem nagyon látni ennek a nyomát egyébként az információs és kommunikációs technológia. Mondhatnám azt is, hogy várat magára. Lehet, hogy már itt van, csak még nem fedeztük fel. De igazából azok az innovációk és technológiák viszik tovább a gazdaságot, és igazából azok adják a gazdaságnak is a húzó erejét. Nyilvánvalóan egy sok szó esett digitális hozzáférésről és más kérdésekről, amelyek jelzik azt, hogy az információs és kommunikációs technológia az egyfajta platform, ami nagyon sok minden megjelenhet, és sokfajta új modell is tovább léphet. Ami azonban az utóbbi időkre visszatekintve az információs kommunikációs szektorban látható, az gyakorlatilag azért mégiscsak egy inkrementális, vagy ha úgy tetszik rejtett, vagy ha meglévő bázison tovább haladó innováció, ami nem jelenti azt, hogy egy országnak ne kelljen erre felkészülni, nem jelenti azt, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, csak szeretném jelezni, hogy az egész innovációt, ha nézzük, és kutatásfejlesztés, abban a súlyában itt még igazi áttörések is várhatók a jövőben.
Ahogy láttam az előadások sorában, nagyon sokszor előkerült az a kérdés, hogy vajon mi várható 2014 és 2020 között. Nyilvánvalóan infokommunikációs szektor tekintetében le kell vonnunk az eddigi tapasztalatokat, a másik pedig azokat a forrásokat, amelyek Magyarországra érkeznek, a lehető legjobban kell felhasználni. Ebben a tekintetben van egy nagyon sarkalatos döntés, nevezetesen a 2014 és 20 között beérkező összesen 23,9 milliárd eurót, mármint ami a strukturális alapokból és a kohéziós alapból érkezik, annak 60%-át gazdaságfejlesztésre, közvetlenül gazdaságfejlesztésre célszerű fordítani, ami jelent valóban közvetlen gazdaságfejlesztést és részben területi gazdaságfejlesztést is. Nagyon sok vita előzte meg, hogy vajon hova kerüljön ebben a tekintetben az információs és kommunikációs szektor. Hol van támogatásként is a helye, hol van az a pont, ahol igazán szükséges áttörésnek az elérése. Elvileg három terület, ahol a infokommunikációs szektor bizonyos támogatásra szorulhat, abból a logikából kiindulva, hogy állami vagy ez esetben közpénz, uniós pénznek a felhasználása ott célszerű, ahol a piac valamit nem tud megoldani. Ez eleve kiinduló logika. Tehát három ilyen terület, az egyik itt előbb el is hangzott, a digitális írástudatlanság, vagy a hozzáférésnek a helyzete, ami részben társadalmi kérdés is. Itt különböző számok mozognak, hogy mennyi is Magyarországon a digitális írástudatlanság, ez viszonylag magas, milyen korosztályokat érint, és utána persze a hozzáférés önmagában még nem jelent, hogy a használat ez ennél még egy kicsit összetettebb kérdés, és az is, hogy mire használják. A másik terület, ahol, és szintén ez is elhangzott az előbbiekben, ahol a infokommunikációs szektor nagy hatékonysággal felhasználható, mindaz, ami az állam igazgatás, vagy ha úgy tetszik, az államhoz tartozó intézmények, vagy kicsit távabban fogalmazva, a közintézmények, iskolák is elhangoznak, azoknak az infokommunikációs fejlesztése, hálózatok, amint itt el is hangzott. És van egy harmadik szempont, ahol a infokommunikációs szektornak a valamilyen jellegű támogatása, ami, ahogy említettem, piaci hibát is orvosol, az pedig maga a gazdaság. Hát ne felejtsük el, az infokommunikációs szektor a magyar gazdaság egyik erős húzó szektora, nagyon erősen exportorientált, az egész magyar gazdaság egyébként exportorientált. Önmagában az a szám, hogy az export az a magyar GDP 91%-át teszik, ez önmagába jelzés. Ezen belül egyébként az infokommunikációs szektor egy gyorsan növekvő és erősen exportorientált szektor, ahol egyébként a karrierpályák azok, amik itt elhangoztak, tehát induló magyar vállalkozás. Én nagyon szerencsésnek tartom, hogyha eljut Kaliforniáig, jussanak el. Aztán majd visszajönnek, ez egy másabb történet. Ez szintén olyan pálya egyébként az infokommunikációs szektor, ahol globális a verseny, van hazai is, de globális versenyben kell versenyképesnek lenni, és ha egészen Kaliforniáig kell szaladni, akkor odáig szalad a történet. Tehát a harmadik lehetőség, ami itt felmerül, ha már az infokommunikációs szektorról beszélünk, az infokommunikációs szektor, mint gazdasági szereplő, mint versenytényező, mint vállalati szektor. Nos, ebben a hármas felosztásban hosszas belső és külső viták mellett a kormány amellett döntött, hogy ebből az első, sorrendben, ahogy mondtam, a harmadik, a gazdasági szempont, ami meghatározó. Nyilvánvaló fontos az állami közintézmények infrastruktúrális fejlesztése, és legalább ennyire fontos a digitális hozzáférés, társadalmi egyenlőségnek a kérdései. De alapvetően, mint gazdasági, vállalkozási és üzleti tényezőt tekinti, éppen ezért az a támogatási keret, ami 2014 és 2020 között az infokommunikációs szektorra jelenleg tervezés alatt áll, az a gazdasági és innovációs operatív program keretében jelenik meg. Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, hiszen, ahogy említettem, legalább három vonulata van ennek a szektornak.
De hát le kellett vonni azt a tapasztalatot is, ami egyébként ebben a tervezési ciklusban látható, és ami ebben a tervezési ciklusban kiderült. Ugye a jelenlegi tervezési ciklusban az infokommunikációs szektorhoz kapcsolódó fejlesztések, támogatások nagyon sokfajta programban szétszórtan helyezkednek el. Én tudom, hogy a szektornak van egy nagyon erős törekvése, hogy akár egy önálló operatív programban is jöjjön. Szerintem ez a két véglet. Az egyik véglet az, ami most van, és ez nem szerencsés, hogy mindaz, ami infokommunikációs szektorral kapcsolatos, ezek a vetületek, amiket említettem, ezek szét vannak szórva különböző operatív programba, nincs összehangolva, és nincs meg az a hatás, amit egyébként elérhetnének. Ugyanúgy valószínűleg a másik véglet, hogyha egy önálló operatív programba jelenik meg. Többek között azért is, mert a bizottságnak elég komoly elvárása, és valószínűleg ebben igaza is van, hogy lehetőleg szűkítsük az operatív programok számát. Ugye jelenleg 18 van, ezt most azért leszűkül összesen 6-ra, illetve 7-re a koordinációs operatív programmal. Nyilvánvalóan egy sokkal koncentráltabb rendszerre van szükség. Ezért a jelenlegi állapotában a tervezés azzal számol, hogy a gazdasági és innovációs operatív program keretében egy önálló prioritási tengelyként szerepel az infokommunikációs szektor. Mindezekkel a vonulatokkal, amit említettem, tehát a gazdaság fejlesztés vonulatával, mindaz, ami az állam, vagy inkább a közféra információs és kommunikációs ellátottságának javításával, és ami ehhez kapcsolódik még a területi társadalmi és hozzáférésben tapasztalható területi és társadalmi egyenlőtlenségeknek a csökkentése, tompítása, vagy ha úgy tetszik, a felzárkózásnak az elősegítése. Itt tart jelen pillanatban a tervezés állapota, és hát nyilvánvalóan azt várjuk, és nagyon örülünk, hogyha ilyen rendezvényen, mint a mai is, a szektor különböző kérdései és problémái felvetődnek, hiszen ezeket be tudjuk építeni a tervezésnek a folyamatába, és várjuk is a jövőben is azokat az észrevételeket, amelyekkel ezt az ágazatot erősebbé tudjuk tenni. Én úgy gondolom, hogy ez a szektor nem csak abból a szempontból fontos, hogy ezeket a három területet kezeli. Van még egy fontos elem, amiről el szoktunk feledkezni, és ez részben a platform jellegéből adódik. Nevezetesen ez a szektor lehetővé tesz egy nagyon erős gazdasági dinamizmust. És ha valami kell és szükséges ma a magyar gazdaságban, az éppen egy dinamikus gazdaság. Pontosan azért, mert nagyon sok terület egymásra a kölcsönhatással magában a szektorban ezt lehetővé teszi. És ha picit távolabbról nézzük, azért az elmúlt 2,5-3 esztendőben két fontos területen sikerült áttörést elérni, és most gazdaságpolitikáról beszélnék. Az egyik az a pénzügyek stabilizálása. Én úgy gondolom, hogy fiskális stabilizáció nélkül nem beszélhetünk semmiféle egészséges növekedésről. A másik pedig azoknak a reformoknak a végigvitele, amelyik lehetővé tesznek egy versenyképes gazdaságot. Ennek azért a gyökere, akárhonnan is nézzük, azért mégiscsak mindaz, ami a teljesítmény köré szerveződik, legyen ez éppenséggel a munkaerőpiac rugalmas átalakítása, vagy akár az adórendszer, nevezetesen egy olyan gazdasági környezetnek a felépítése, amelyik a gazdasági teljesítményt és egyéni teljesítményt jutalmazza, a ettől ellentéteset pedig kevésbé. Ha tegyek hozzá mondjuk például mi az, amit én úgy gondolom, hogy mondjuk olyan teljesítmény, a mostani pályázati rendszerünkben azért elég sok olyan terület van, amikor azért pályáznak, mert éppenséggel kiírtak egy pályázatot, és ezért aztán azt már illik megpályázni, ha egyszer kiírták. Ugye van erre azért klasszikus kifejezés, hogy rendszéking vagy éppenséggel hozamvadász. Én szerintem ez egy nagy hiba, hozzátenném. Tehát akkor, amikor az állam támogatásokat ír ki, akkor egyben nagyon sok mindent közöl még. Azt is, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem. És bizonyos magatartások felé tudja
terelni a vállalkozásokat. Én úgy gondolom, hogy olyan rendszert kell felépíteni, amelyik éppenséggel a teljesítmény felé visz, és nem azért pályázunk, mert egy pályázatot kiírtak, hanem azért, mert valamit meg szeretnénk valósítani, és ehhez, ha nincs más lehetőség, akkor forrásokat kell tudni találni. Nos, ez részben ezek a hátterek teremtik meg azt, hogy egy dinamikus gazdaság jöjjön létre. A gazdaságban nem is annyira az a kérdés egyébként szerintem, hogy mennyi a gazdasági növekedés, erről különböző viták zajlanak. Sokkal inkább az a kérdés, hogy olyan gazdaság jön-e létre most már, miután ezt a két házi feladatot elvégeztük reformokkal, és a gazdas pénzügyi stabilizációval, amelyik valóban dinamikus, amelyik még valóban a teljesítmény értékelődik, és nem más jellegű tevékenység, ahol megéri egyébként időt, energiát és szellemi erőforrásokat is befektetni. Nos, az, hogy egy ilyen dinamizmus létrejön és erősödjön az országban, ahhoz vállalkozókra van szükség, olyan vállalkozókra van szükség, akik valóban kockáztatják saját ötletüket. Talán a legkönnyebben és leggyorsabban ezt egyébként éppen az IT-szektorban lehet elérni, ennek egyetlen egy titka van. Az IT-szektorban, amint valamit az ember felfedez vagy kialakít, az azon nyomban elérhető a világpiac, hisz a világhálón már ez könnyen megtehető, ellentétben mondjuk a biotechnológiával, vagy éppenséggel, hogyha a fejlesztést végezzük, akkor mondjuk a alternatív energiahordozók területén kicsit bonyolultabb ennek a megtétele. Nem véletlen egyébként, hogy az a gyors pezsgés, ami látható a körülbelül egy olyan két éve a fiatal induló startup vállalkozásoknál, azoknak java része éppenséggel ebben a szektorban tevékenykedik. Tehát a Ustream-et már említettem, de hát említetnék más sikersztorikat is, a Prezitől kezdve egészen a LogMeIn-ig, és még nagyon sok más sikertörténet, amelyik pontosan ebben a szektorban tud tevékenykedni. Részben adódik egyébként ez abból, hogy ott lehet a leghamarabb kilépni a globális piacra. Ha ezen a területen picit a számokat nézünk, akkor valószínűleg kevesen hisszük el, de van néhány olyan terület, ahol Magyarország Európában legelső. Ritka az ilyen, de örüljünk neki. Ilyen például a kockázati működőtőke befektetések aránya a bruttó hazai termékhez. Tavaly Magyarországon európai viszonylatban ez volt a legmagasabb. Nyilvánvalóan ez a magyar GDP nagyságához mért. És ez részben annak köszönhető, annak az eszköznek, ami ugye a Jeremy program keretében elindul kockázati tőke alapokkal, és részben, ahova ők egyébként javarészt sikeres befektetéseket tudtak tenni, az pontosan az információs és kommunikációs szektor. Amivel azt is szeretném jelezni, hogy olyan eljárásrendekben és olyan támogatási formákban is gondolkodunk, ami nem csak a klasszikus, grant típusú vissza nem térítendő támogatások, hanem nyilvánvalóan, ahogy az IT-szektornál közeledünk a piac felé, úgy egyre inkább piac közeli és piac közeli eszközökkel kombinált támogatásokra van szükség. Most itt tartunk jelen pillanatban a tervezésnél. Én konkrét számösszeget nem mondanék, lehet, hogy már mondtak pénzösszeget. Én azért nem mondanék konkrét pénzösszeget, mert azért az még a véglegesítésénél picit távolabb tartunk. De a tervezés mai állapotában ugyan nem önálló operatív programként, de nem is így szétszórtan, ahogy most van, viszont önálló prioritás tengelyként, tehát gyakorlatilag egy komplex programként lehet felépíteni az infokommunikációs szektor fejlesztését a következő hét esztendőben, és alapvetően, mint gazdaságfejlesztési eszközként tekintve, amelynek megvan a következménye a nyilvánvalóan az közszféra fejlesztésében, és meg lehet következménye a társadalmi hozzáférésnek a egyenlőtlenségeiben való csökkentésében. Én nagyon bízom abban, hogy minden olyan vita és minden olyan alkalom, amikor az infokommunikációs szektorról tudunk beszélni, az elősegíti azt,
hogy egy olyan tengelyt építsünk fel ebben a operatív programban, amelyik majd hozzájárul ezekhez, és igazából akkor tudnánk sikeresnek nevezni ezt, hogyha az évtized végén az infokommunikációs szektor föl tudna zárkózni néhány nagyon erős magyar iparág mellé, most hadd ne mondjak olyat, ami négy keréken jár, vagy éppenséggel egészségünket tudja megőrizni. Ez az esély egyébként benne van az infokommunikációs szektorban, különösen akkor, hogyha nem meglévő modelleket próbálnak másolni a vállalkozások, különösen akkor, hogyha az, amit tesznek, fejlesztenek, vagy ha úgy tetszik, innováció továbbra is maradva, az az út, ahogy az ötlettől eljutunk a fogyasztóig, az maga az innováció, sőt akkor az igazi, hogyha a fogyasztónak olyan igényeihez tudunk eljutni, ami nem is gondolt, hogy van. Szerintem, hogyha valaki figyeli a karácsonyi slágert, akkor ez egy igazi iPad lenne, amit ezelőtt 4 éve senki nem akart még kívánni karácsonyra, most meg mindenki szeretne, sőt, amikor ugye Steve Jobs lemutatta, akkor mondta, hogy most van valami ketyere, ami egyébként a MacBook és az iPhone között van, nem tudjuk mire jó, de itt van, és azóta 4 év alatt kifejlődött bennünk egy igény, hogy roppantul szeretnénk egy ilyet. Na ez az igazi innováció egyébként, eljutni odáig, olyan igényre válaszolni, amit nem is tudunk, hogy van. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor lehetünk elégedettek, hogyha az évtized végéig el tudunk jutni arra, hogy a magyar vállalkozások az infokommunikációs szektorban nem meglévő modelleket másolva, és nem csupán meglévő dolgokat tovább fejlesztve, hanem néhány valódi áttörés jellegű termékig is el tudnak jutni, olyanig egyébként, amelyik az infokommunikációs szektornak, ahogy tetszik, bizonyos tekintetében paradigmáit is meg tudja váltani. Vannak erre jó esélyek egyébként, a meglévő sikertörténetek is ebbe az irányba mutatnak, ehhez kell azért jó néhány eszköz, ami még tovább rá tud segíteni, és ehhez kell mindaz, ami még szó volt, tehát intézményellátottságnál, gerinchálózat kell ezen kívül nyilvánvalóan a társadalmi hozzáférésnek a kezelése is, de úgy gondolom, hogy ha sikerül áttörni azokon a pontokon, ahol valóban a vállalkozás közeli részénél ennek az egész szektornak, akkor az évtized végére nagy sikert tud elérni az ország. Köszönöm a figyelmet! Thank you.